Szombathely Magyarország egyik legrégebbi városa, Vas megye székhelye, a Nyugat királynője. A 80 ezer lakosú település nevét pedig onnan kapta, hogy a városban szombati napokon tartották a heti vásárokat. Szombathely területe ősidők óta lakott, amit az itt előkerült kő és csonteszközök is bizonyítanak. A város főtere már a 13. században hasonló formában, azaz háromszög alakban terebélyesedett el, de akkor még a város falain kívül. Itt tartották a vásárokat, piacokat, mára azonban a főtér lett Szombathely szellemi és kulturális központja. A főtér kapott egy új szökőkutat, amely igencsak látványos szobor együttessel lett díszítve. A Faunok néven elhíresült alkotás többek szerint meglehetősen erotikus, és nem való az itt található Szentháromság szobor közelébe. A szökőkút szobrai vitathatatlanul látványos elemei a főtérnek, ami biztos, hogy nem kerüli el az erre járók figyelmét. A megújult téren található még a római korra emlékező császárkő és a Szentháromság szobor is. Innen körbenézve számos impozáns építészeti remek műveket tekinthetünk meg, majd a székes egyházat is, ami a tértől nem messze épült, és az ország harmadik legnagyobb temploma. A város egyik nevezetessége a Kámoni Arborétum, amely Magyarország leggazdagabb fásszárú gyűjteményével, közöttük jó néhány igazi ritkasággal rendelkezik. Szépen rendezett rózsakertjében több mint fél ezer fajtát számláló gyűjteményt találunk. A Vasi Múzeumfalu építése 1968-ban kezdődött, és 1973-ban nyitotta meg kapuit a látogatók előtt. Jelenleg 39 építmény van a múzeumfalu területén. A Szabadtéri Néprajzi Múzeum építményeinek segítségével a látogató képet kap a megye két évszázaddal korábbi falusi életéről és építészeti kultúrájáról a különböző vasi tájegységekből. Szombathelyi csónakázó tavat 1961 nyarán kezdték el kialakítani. 1967-ben a megye arborétumaiból fákat telepítettek a tó környékére, így az évek alatt a csónakázó tó és a környezete a város legszebb, legkellemesebb részévé vált, mindazonáltal a horgásztó kiváló horgászási lehetőséget is biztosít. A tavon átívelő 52 méter hosszúságú hídon éjszaka hangulatos fények alatt sétálgatva lehet romantikázni. A csónakázó tó a helyiek közkedvelt kirándulóhelye, van, aki csak pihen, de sokak mindennapos testmozgásra, sportolásra használják. Ha ezek után egy csobbanásra vágyunk, akkor ezt megtehetjük a tófürdőben, ahol számos csúszda és élmény vár ránk. Aki Szombathelyet akár csak egy hétvégi kiruccanásra célpontjául választja, egy múltat idéző, mégis a maga módján modern város talál, és biztos lehet benne, hogy felejthetetlen élményben lesz része.